Üdvözlet mindenkinek, 2023. május 1 van itt az infobubble.hu weboldalon, ez az új világrend hírek, és ezúttal egy érdekes új adónemről lesz szó, ennek a közeljövőre gyakorolt hatásáról, és arról, hogy mi is az oka annak, hogy egyre több és több ilyesfajta adóval találkozunk. Mielőtt neki megyünk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Akkor arról beszélek, hogy Magyarországon Jobb élni, vagy egyszerűbb, mint nyugaton, akkor nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes társadalom, mert azért távol van attól, hogy tökéletes legyen. Különösen úgy, hogy most már látom, hogy mi is szépen lassan haladunk ugyanabba az irányba, csak esetleg le vagyunk maradva néhány lépéssel, azonban ezt roham léptekben utol fogjuk érni, majd, hogyha eljön az ideje. Most egyelőre még relatív szabadságot élvezünk ahhoz képest, Ahogyan történnek az események, különösen a fejlettebb idézőjelbe, fejlettebb nyugati országokban, ott is inkább a társadalmi átalakulásra gondolok, de ez mindenképpen aggasztó azoknak, akik szeretnének a jövőben valamelyest önállósodni vagy függetlenedni a rendszertől, ez egyre nehezebb lesz. A portfóliónak a cikke, és arról írnak, hogy magyarok tömegeit sújthatja az EU új intézkedése. Április 13-ai, ez már készülök rá egy ideje, hogy bemutassam, csak még nem jutottam el idáig, de most itt a lehetőség. Az EU friss szabályai alapján néhány év múlva a magyarországi háztartásokat is légszennyezési adóval sújtják, a Cambridge Econometric szerint, írja a népszava, növekvő terheket az EU támogatásokkal enyhíteni, de ezek a Brüsszel és Budapest közti politikai viták miatt nem elérhetők. Magyarországon problémát jelent a rossz állapotú épületállomány, a nem megfelelő szigetelés, az elavult fűtés, és a magyar háztartások energiafelhasználásukból fűtésre, hűtésre 64%-os uniós átlagnál jóval többet nagyjából 72-74%-ot fordítanak. Lefordítva magyarra, az azt jelenti, hogy a háromnegyedét az energiafelhasználásunknak a fűtés, illetve a hűtés teszi ki, ami Elég bizarrul hangzik. Nehezíti a megoldást az, hogy az épületekben élő alacsony jövedelmű emberek nagy része nem tudja kifizetni a lakásfelújítást, ami azonban nagyobb megtakarítást tudna hozni. Mindenhol legalábbis én látom, hogy hogyan is szeretnék elérni azt, hogy az emberek együttműködjenek. Meggyőznek minket, legalábbis a többséget arról, hogy a környezetvédelem az valamiféle vallás kell, hogy legyen most már és a tudatlan tömegek azok csak mennek ezzel a narratívával, elfogadva mindent, amit hallanak, de hogyha nem tudják az emberek korszerűsíteni, lényegében semmit nem tudunk már lassan fizetni, olyan nagy az infláció, és a bérek nem tudják tartani a lépést, ezt majd még súlyosbítani fogják a hiányok, amikből már tapasztaltunk valamennyit a közelmúltban, de hogyha nem fogunk tudni fizetni ezeket a dolgokért, akkor egyszerűen csak az állam azt fogja mondani, hogy nem probléma, majd mi ezt megoldjuk helyettetek ez is ez is ez a feltétele annak, akit érdekel, szóval várjuk akit nem annak, hogy Az EU a széndiokszid kibocsátás kereskedelmi rendszert a jövőben kiterjeszti a lakóépületekre is, amelynek értelmében a háztartásokat az általuk kibocsátott széndiokszid mértékéig megadóztatnák a cél eléréséig. Azt gondolja valaki, hogy a Bibliában látható vagy tapasztalható Szolgaság az valamiféle visszamaradott vagy ősi dolog, akkor majd csak figyeljen, hogy mi az, ami következik a közeljövőben a szekuláris oldalról. Most már meg fogják adóztatni a kibocsátott széndiokszidot is. Hogy fogják ezt mérni egyébként vidéken? Mert fognak jönni megnézni a hat, hogy mennyi széndiokszid, mindenhol szerelnek egy mérőkét. Ezt nem lehet megcsinálni csak a városokban, ezért mindenki gyűjtenek be a városba, hogy mindent ellenőrizni tudjanak, és fognak is. Kelet-közép-európai háztartások fűtése 2030-ig akár 27%-kal is drágulhat. 27 2030-ig az épületekre energetikai alapkövetelményeket vezetnek be, illetve energiatanúsítványokon alapuló elvárásrendszert is terveznek. Az mit jelent? Mindenki ezt kimennek és meg fogják vizsgálni ezeket a Régi tanyákat, meg a falusi házakat, és aztán lebontják, hogyha az nem jó. De itt van, amit mondtam, pontosan itt van. A legrosszabb állagú ingatlanokat leghatékonyabban alacsony fogyasztású, szociális bérlakásokkal lehetnek kiváltani. Még há honnan, még hányszor kell elmondani, meg demonstrálni, hogy mi az, amit szeretnének? Ezek az ingatlanok, amikről beszélnek, ezek falu, illetve tanyán vannak vidéken a városban nincs ilyen probléma, mert azokat a társasházakat folyamatosan újítják fel, és az embereket viszik befele a kaptárokba, vidékről, meg az emberek mennek is befele oda. Ezek, amiről beszél, ez a legrosszabb állagú ingatlan, ez vidéken van és tanyán. Azért, mert ott ellenőrizhetők az emberek kevésbé, ezért onnan be fogják kényszeríteni őket. Ha nem tudják gazdasági szankciókkal, meg úgy általába véve a gazdaság tönkretételével, akkor kötelezővé fogják tenni. Addig fogunk adóztatni mindenkit, amíg Benem megy a városokba. Mielőtt folytatnánk. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Népszava szintén ír erről, megadóztatnák a fűtés néhány év múlva, néhány év, most már nem arról van szó, hogy majd akármikor, nem. néhány év múlva jön a légszennyezési adó, még egy újabb adó jön, és az emberek panaszkodnak, hogy a Bibliában mennyi törvényt kell betartani. <laughs> az EU friss szabály alapán néhány év múlva magyarországi háztartásokat is légszennyezési adóval sújtják. Itt vannak a családi házak, azok kerülnek a középpontba, nálunk kiemelkedő a 90 előtt családi házak aránya. A lakóépületek közel harmada úgynevezett kádárkocka, amelyek fajlagos energiaigénye az új házaké négyszeresét is meghaladja. De ez a cikk egyébként reprezentálja azt, amit már ezer éve mondok, hogy ezek másolják egymásról a híreket, mindenki ugyanonnan szerzi, nincs az, hogy elmennek, aztán kutatnak, meg nyomoznak, hogy most kiderüljön valami. Ugyanazt írják le, mint az előbb a portfólió. Az Unió környezetvédelmi miniszterei tavaly júniusban járultak hozzá, hogy 2027-től kereskedelmi, 2029-től pedig a magánépületekre is kiterjesszék a széndiokszid kóta kereskedelmi rendszert. Ez gyakorlatilag adó jellegű tehernövekedés jelent a háztartások számára, bár a választási kampány során az elképzelésen a Fidesz még éninken tiltakozott, mint ahogy mindig a javaslatot végül elfogadták. <laughs> Azért, mert mindenki egy követ fúj. A levegő munkacsoportnak itt van egy dokumentuma, ez a kiadvány, amit mindjárt megmutatok, a fatüzelés szennyezésére, az ezzel kapcsolatos egészségkárokra és társadalmi-gazdasági költségekre összpontosít. Szól a fatűzelésből származó koromrészecskék éghajlatra gyakorolt hatására Végül felhívja a figyelmet, sok technikai megoldása, blablabla. Bla, bla. Itt van hulladék égetés. Ez egy 21 oldalas, ilyen ömlengés, ha valakit érdekel, akkor az meg tudja nézni. Na, annyit csak megjegyeznék, hogy az emberiség az év, év, ezredek óta fával tüzel. De tényleg év óta fával tüzel. Szerintem a szén is csak egy ilyen relatíve új keletű dolog volt, de tegyük fel nem, hanem fával meg szénnel tüzel. Mégis eljutottunk oda, hogy 8 milliárdan vagyunk. Miért nem világos az, hogy a teljesi, az eredmény az megmutatja, a hatékonyságát az eljárásoknak. Szóval, ha megnézem a végeredményt, akkor látom, hogy mennyire volt hatékony az, amit csináltam. 8 milliárdan lettünk, úgy, hogy ezt a fajta gazdaságot folytattuk 6000 éven keresztül. Az utóbbi 200 évben, de lehet, hogy az 50 évben, mióta megkezdődött ez a, ez a őrült technológiai forradalom, meg iparosítás, és tönkretették, az egész környezetet legalábbis nekünk úgy adják elő, azóta vannak ezek a problémáink, addig nem volt senkinek semmiféle problémája, hogyha mindenki élne egy családi házba, vidéken azt tenné, amit termel akkor hamar rájönne, hogy dolgozni kell, hogy meg kell szakadni, hogy vért kell izzadni azért, hogy egyik évről elérjen másikra, és így nem fogyasztana annyit a megoldás nem akarni fogyasztani többet és többet, hanem a megoldás az, hogy visszavenni a komfortból, és elkezdeni egy olyan életformát folytatni, ami közelebb áll a természethez és a természeteshez, valamint ahhoz, amit leírt a Teremtő. A Bibliában, ahogyan ő megmutatta nekünk, hogy mi az, amit szeretne. Nem írt soha autókról, meg repülőkről, meg felhőkarcolókról, hogy hogy lesz majd, meg számítógépekről mindvégig arról van szó, hogy így aradsz, úgy aradsz, az állatot ide viszed, oda viszed, ezt áldozod, azt áldod. az, mert azt szerette volna, hogy ezzel foglalkozzunk. Mert az igazán leszorítja az embernek a teljesítményét, a saját törekvésére, meg erőfeszítésére, illetve a teremtőjével való kapcsolatra. És akkor nem kell izgulni azon, hogy milyen felhőkarcolóba fogok élni, meg hogy leszek állandóan olyan illatú, mint a mezei rét tele virágokkal, mert ez az embereknek a legnagyobb problémája, hogy, hogy hogy, leszek mindig olyan kényelemben, mint amilyenben most vagyok, ahelyett, hogy az lenne, hogy hogy tud közelebb kerülni a teremtőjéhez, és akkor nem lenne probléma azzal, hogy ú, mennyi fát égetek meg akármit. Most az a baj, hogy mi hazamegy az ember, azt azt akarja, hogy 28 fok legyen állandóan. Nyáron meg legyen 21 fok. Hogy autóval tudjon menni mindenhova, meg el tudjon menni nyaralni a világ másik részére, meg egyen gyümölcsöt, olyat, amit sosem látott senki itt, mert négyezer mérföldről kell hozni, meg legyen egy telefonja, amit a világ száz országába gyártanak, aztán elszállítanak ide. Ez okozza a problémát, nem a vidéki élet okozza a problémát, hanem az, ahogyan élnek az emberek a fejlett világban, meg ahogy szeretne mindenki élni. Mindenki csak szeretne mindent megszerezni magának hogy élhessen úgy, mint a királya lehető legkisebb energia befektetéssel. De mindent nem lehet az a baj, hogy vagy dolgozni kell, vagy megszakadni, vagy pedig áldozni a szabadságból, és most abban az irányba megyünk úgy tűnik, hogy áldozunk a szabadságunkból. Szóval a hulladék égetés se lehetséges már otthon. Miért? Mikor ők elégetik, valamit csinálnak, valami extrát csinálnak azzal a füsttel, amit ők égetik el a hulladékot, vagy mi? Nem tudnak ők se semmit csinálni vele, elégetik, az kész. Hogy lehet az, hogy az állam elégeteti a hulladékot, de az ember nem égeteti el a kertbe a hulladékot. Nem lehet lombot égetni. Miért nem lehet lombot égetni? Az onnan jön. Megy vissza, az a szén visszakerül a körforgásba. Arra kellene ösztönözni az embereket, hogy menjenek ki vidékre, mindenki vegye magának egy kis területet, gazdálkodjon azon, aztán éljen meg abból nem arra, hogy üljek egy irodába, csináljam a nagy semmit, aminek se haszna, se értelme nincs, meg még egészségre is káros, csak viszi el az erőforrásokat, meg a pénzt, hogy a nagy semmit csinálja a többség, és aztán költse el azt a pénzt dolgokra, amik valóban károsak a környezetre, mert az abnormális, hogy bemegyek a tesco és akkor azt veszek, amit akarok, hogy ott van végtelen tonna műanyagba csomagolt élelmiszerek, amiket aztán csak hazaviszek, megeszek így, vagy úgy, vagy iszok, aztán dobom kifele, és aztán az túrják fel a nagy szeméttelepre, a nagy halmokba, és aztán ássák el, miközben az egészet el lehetne égetni, ha nem lenne ez a széndiokszid hülyeség. Mert nem is kéne, hogyha mindenki azt az életformát folytatná, amiről beszélek már itt évek óta. Nem azzal van a baj, hogy sokan vagyunk, hanem az életformával van a baj, amit folytatunk. A hulladékot azért égetik, mert ez könnyebb, mint megfelelően elhelyezni lakossági hulladékgyűjtés, mert nincs gyűjtés például mezőgazdasági vagy kerti hulladékra. De minden is gyűjtés kerti hulladékra. A kerti hulladék alatt nem tudom mit ért. Lombokat, meg ágakat? Miért nem lehet azt felhasználni komposztnak? Azért, mert nincs az embernek semmilyen igénye, meg képessége arra, hogy dolgozzon ezekkel. Csak az, hogy üljön a tévé előtt, meg a számítógép előtt, és a lehető legkevesebb munkával próbáljon a lehető legtöbb pénzt magának összegyűjteni, hogy aztán az hülyeségekre költse. Hulladékot jellemzően nyílt téren égetik, vagy egyenesen a fűtő berendezésekben használják. És akkor mi van, hogyha ezt csinálják az emberek, amúgy mi, az állam mit csinál vele? Valami speciális üzébe égeti el kemencébe, ami nem szennyezi a környezetet? Ugyanezt csinálja, csak monopolizálta ezt is. Nekünk fizetni kell azért, hogy ők elégessék, miközben mi is el tudnánk égetni. Pestékes fát a kájhákban, vagy szalmát a szalma bála tüzelésű kazánokban. És ha elégeti a szalmát valaki, akkor mi van? A szalma az fű lényegében, az a szén visszakerül a körforgásba, aztán utána újra a növények kiveszik onnan, felhasználják, és lesz belőle növény. Én nem is értem ezt, annyira birka az egész dolog. És ráadásul ez az egész írás, ez Dán mintára támaszkodik, mint hogyha a Dánok valamiféle standard lehetne bárki számára is az a viselkedés, meg az a társadalom, amit kialakítottak. Ha már Dániánál tartunk, akkor természetesen gender múzeum nyílt, és egy kisbabát szoptató szakállas férfi szobor is található benne. Szóval ennyit Dániáról. És úgy, hogy az Orhoszi Nők Múzeumát átnevezték Gender Múzeumra, Dániában ez megy most. Itt tartunk, hogy Gender Múzeum lett. A nők múzeuma szóval viszlát a nőknek is. Finisher. Több mint 30 évvel ezelőtt. Nevetséges, de az egész világ nevetséges, ez egész egy komédia amúgy. Több mint 30 évvel ezelőtt hozták létre a múzeumot egy olyan korban, amikor a nők és történelme még alul értékelt volt, mostanra átnevezték gender múzeumnak, mert mostanra már nem számít a nők kultúrája. Most már az a lényeg, hogy ez a hülyeség messze. Sőt, most már hát tovább megyünk, mert a magánkertekben, intézményekben elhelyezett egyszerű vagy modernebb tűzrakók helyek száma hasonlóan a lakossági használatban levő fatüzeléses kültéri kemencék és pizzasütők elterjedéséhez növekvő trendet mutat. Érthető, arról van szó, hogy ha otthon szalonnát süt az ember, vagy használja ezt a grill dolgot, akkor az is környezet szennyező, és ezekre a fatüzeléses berendezésekre nem terjed ki a Dán környezetvédelmi szabályozás, ennél fogva bármilyen korlátozás nélkül szennyezhetik a levegőt. Ez hihetetlen, hogy hova, hova jutott az emberiség, ez egyszerűen érthetetlen számomra, hogy hogy lehet az, hogy felnőtt emberek ezt csak olvassák, és úgy vannak vele, hogy igen. Fú, ez tényleg ez így van. Ha grillezünk, akkor meg fog halni a bolygó. A Dánvárosok városok minden évben eurómilliókat költenek arra, hogy óvodák létrehozásakor az enyhén szennyezett talajokat tisztára cseréljék. Kicserélik a talajt az óvodák létrehozásakor, ami enyhén szennyezett. Mitől lehet enyhén szennyezett talaj, amit aztán ki kell cserélni egy óvada miatt? Azért, hogy ezeket az eurómilliókat el lehessen tapsolni, ez a lényeg. Mindenkinek van egy haverja, aki ezzel foglalkozik, hogy szállítja el azt az enyhén szennyezett talajt, aztán azt eladja termőföldnek a szomszéd faluba, így mind a két oldalon nyert. Ezután a kreatív, még ők is idézőjelbe teszik személyzet, gyakran határozó úgy, hogy szórakozás, és főzés céljából tűzrakó helyet létesít. Most már a tűzrakó hely is veszélybe került, úgyhogy az új világrendben nem lesz semmiféle ilyen tűzrakó hely, meg grill. Semmi vége mindennek, ami masszív, kátrányos talajszennyezést eredményez, potenciálisan rákeltő füsttel árasztja el az intézménynek a levegőjét. És akkor hogy lehet az, hogy mégis itt vagyunk? Hogy, hogy elszaporodtunk úgy, mint a csicsóka, annak ellenére, hogy mindvégig így fűzöttünk, és most se élünk tovább. Dávid már a zsoltárba arról írt, hogy 70, 70 évet él az ember, 80-at, hogyha olyan jól megy a sora. Most ugyanott vagyunk. 70 évet él az ember, meg 80-at, az lehet 2500 év. És olyan okosak lettünk, hogy ki kell cserélni a talajt most már, és nem lehet szalonnát sütni, mert az mérgező kátrányt eredményez, meg rákkeltő füsttel árasztja el az intézménynek a levegőjét hihetetlen, nem, nem, egyszerűen nem tudom kifejezni a felháborodásomat ennél jobban meg a megdöbbenésemet, hogy az emberek ilyen állapotban vannak és az, az, van pofájuk azt írni, hogy a modern tűzrakóhelyeket, szabatéri kemencéket pizzasütőket azzal a szöveggel dobják piacra hogy kellemes kerti hangulatot teremtenek a kapcsolódó légszennyezés sehol nem említik meg a hirdetések. Milyen fajta légszennyezésről van szó, amikor elültetek egy fát, ami széndiokszid, el, bocsánat, elégetek egy fát, meg aztán persze elültetek, ami széndioksziddal táplálkozik, amit elégetem, aztán egy másik beszívja, és abból növekedik. Mi, mi ebbe a légszennyezés? Hogy, hogy lehetséges az, hogy felnőtt emberek arra szállják az életüket, hogy ilyeneket kitaláljanak, miközben ez megy abban az országban, hogy fel lehet fedezni a nemek kultúra történetét, a szexuális nevelés történetét, valamint azt is, hogy mit jelent a társadalom számára a gender. Egy külön gyermekekről szóló kiállítás is megtalálható a Gender Múzeumban, ahol egy szoptató férfi várja a kedves látogatókat, és van egy külön gyermekekről szóló kiállítás, ott, ahol genderről van szó, érthető? Ez az ország az, ahonnan jönnek ezek a liberális dolgok, hogy a pizzasütő az kátrányt, meg, meg, ártalmas anyagot, meg füstöt bocsát ki. Annak ellenére mondja, hogy a füstöt éppen a belégzési magasságon bocsátják ki, amikor a családok a közelben tartózkodnak, és ezáltal hatalmas mennyiségű ártalmas füstöt lélegeznek be. Ez... Erre nincsenek szavak. De ne aggódjon senki, mert megvan a megoldás mindenre, és természetesen kitalálták, ezért hát lesz egy új adó, hogyha esetleg valaki ez nem jutott volna eszébe, akkor lesz erre is egy új adó, nincsen probléma, szóval nem csak a légszennyezési adó lesz, hanem környezet terhelési díj is. NAV ellenőrzési tapasztalatai szerint a környezet terhelési díj egy olyan adókötelezettség, amiről az adózó többsége nem gondolja, hogy abban érintett lenne, de nem baj, mert itt vannak a NAV emberei, akik segítenek nekünk. A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az adózók egy része néha még akkor is elmulasztja a környezetterhelési díj bevallását, ha például a székhelye udvarán több méteres működő kémény magasodik, vagy ha esetleg több telephelyén is üzemeltet fűtésen, melegvíz ellátása kazánokat. Itt van a környezetterhelési díj kötelezettsége közül, szóval ez nem ez egy adó, de ide tartozik még a következő levegőterhelési díj, vízterhelési díj, valamint vízjogi engedély alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó talajterhelési díj. Magánszemélyek vagy társaságok teljesen mindegy, de idővel el fog lehetetlenülni mindenki, és nem lesz semmiféle esélye arra, bármiféle függetlenséget is az ember magának kieszközölje. Mégis én azt javaslom, hogy azok, akik szeretnének megszabadulni ettől a Békjótól, amit igyekszik ránk helyezni ez a modern társadalom, azoknak meg kell próbálni minél hamarabb megszabadulni a városi élet kényelmétől, és minél kiebb költözni onnan. Talán még nem késő, és meg lehet valósítani egyfajta függetlenséget, vagy önellátást, hogy ezek a rendelkezések mikor érnek el minket, mennyire komolyak ezek, hogyan lehet majd ezzel együtt élni, ha egyáltalán bárhogy, azt még most nem lehet tudni. Viszont ami biztos az az, hogy a város az nem sok reményt kínál. Hogyha valaki bent ragad a városban, akkor legalább annyira kiszolgáltatott, mint egy újszülött. Ugyanis minden, ami a létfenntartáshoz szükséges, az érkezik az államon keresztül. És az akármikor dönthet úgy, hogy bizonyos tevékenységeket onnantól kezdve szabályoz, vagy akár törvényen kívül helyez, eredményezvén az, hogy bárki aláeshet ennek a szabályozásnak, vagy akár törvényen kívül találhatja magát. És ő lesz az, aki persona non grata lesz. Túl lehet ezt élni, meg át lehet vészelni a városon kívül? Nem. A világnak vége, ez egyértelmű az írások alapján, de az nem azt jelenti, hogy nekünk nincs egy kötelességünk arra nézvést, hogy cselekedjük azt, ami helyes, és felkészüljünk arra, ami következik. Ez az, amiben én próbálok segíteni, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Hamarosan találkozunk, köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának, és hallelujah.